év és ciklus értékelő. 240 milliárd forint hazai és európai uniós forráshoz jutott az elmúlt években Somogy. Prokomitátus Somogy, a díjat idén dr. Kara István gyógyszerész vehette át a megyenapon. Képzés. Hiány szakmákkal is megismerkedhettek az érdeklődők a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának nyílt napján. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Somogy megye 240 milliárd, ezen belül a négyes számú választókerület 150 milliárd forint hazai és európai uniós forráshoz jutott az elmúlt években. Ezzel az összeggel pedig az országban a megye a második helyen áll a pályázati pénzek lehívásának sikerességét tekintve. Erről beszélt Vicma Mihály fideszes országgyűlési képviselő Siófokon. Az év és ciklus értékelő rendezvényen 71 polgármester volt jelen. Boldogan vették birtokba a gyerekek az új játszóteret Kőröshegyen. A 340 négyzetméteres terület ajzata a legkorszerűbb technológiával készült. A rugalmas gumiburkolatot a hely adottságainak megfelelően egyben öntötték ki. És mindezt még 2017-ben, de számos más fejlesztést is sikerült megvalósítani a településen, ahol még most is tartanak a munkálatok. Megkezdődött január 8-án a közös önkormányzati hivatal épületünknek a felújítása, ez VP-s pályázatból történik. Három pályázatunk viszont még folyamatban van, ezek mind topos program keretéből fognak ez év őszéig megvalósulni. Felújítjuk az orvosi rendelőnket, az óvodának a még fel nem újított része, valamint az udvar, és meg fog újulni, és még decemberben megnyertük a faluház energetikai pályázatunkat is. Ez pedig már Szentgáloskér. 2017 nyarán adták át a mintegy 700 méteren felújított útszakaszt és 400 méter járdát. Ezek a fejlesztések elsősorban a településen élők mindennapjait könnyítik meg. A beruházások sorának azonban még itt sincsen vége. Gépjárművet nyertünk pályázaton. Ami még így nagyon fontos a külterületi úthálózatunknak a javításával kapcsolatban, évvégén érkezett a hír, hogy szintén nyertünk pályázatot. Itt Balatonszemesen pedig a múlt év végén tették le az új orvosi rendelő alapkövét. A saját tulajdonú, modern és korszerű rendelővel egy 10 éves álma válik valóra a helyieknek. Az oktatás esetében 7,6 milliárd forint, szennyvíz esetében 17,1 milliárd forint. Csapadék, víz, egészségügy, út, járda, kerékpárút és városrehabilitációra összesen 21 milliárd forintot nyert Somogy megye 4-es számú választókerülete 2013 és 2018 között. Erről beszélt Vicma Mihály, a térség országgyűlési képviselője Siófokon. Az év és ciklus értékelő rendezvényen 71 polgármester részvételével elemezték az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseket. Leginkább az infrastruktúrális fejlesztésekben tudtunk nagyot előrelépni, és hát óriási segítség volt a településfejlesztési, területfejlesztési operatív program nyújtotta lehetőségek is a megye számára, és rendkívül boldog vagyok somogyi emberként, hiszen Somogy megye Hajdú-Bihar megye után második megye az országban, a források, az Európai Uniós források lehívásának nagyságát tekintve. A sikeres pályázatok elsősorban a polgármesterek összefogásának és együttműködésének köszönhető, hangzott el az eseményen. A Somogy 4-es választókerületben megvalósult, és már elnyert, de még nem elindult fejlesztéseknek az összegét, hogyha összeadjuk, akkor összességében több mint 150 milliárd forintról beszélhetünk. Ebbe az önkormányzat önerős fejlesztései, a hazai és az uniós pályázati támogatások egyaránt benne vannak. Ebből az összegből mintegy 50 milliárd forint érkezett az elmúlt 5 évben Siófokra, tette hozzá Vicma Mihály. A közlekedési projektek a legfontosabbak a Modern Városok programban, jelentette ki a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en. A kormány célja, hogy mindegyik megyei jogú várost bekösse a gyorsforgalmi úthálózatba. Ezekben van vasúti fejlesztés is. Kósa Lajos hangsúlyozta, a 2022-ig tartó összesen 3500 milliárd forintos programban megvalósítanak ipari, gazdasági, oktatási, kulturális és sportfejlesztéseket is. Hozzátette, hogy a program nagyobbik része nem Európai Uniós, hanem magyar forrásból valósul meg. Szerinte ugyanis az ország már képes a saját erőforrásaira támaszkodva is fejleszteni. Jövő héten a minisztérium országjárásai
indul. A miniszter két államtitkárral minden városba elmegy, hogy a helyszínen tájékozódjon. Elkészült az április 8-ai országgyűlési választás hirdetménye, amelyet még a héten minden településen kihelyeznek. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a plakáton szerepel egyebek mellett a választás napja, a választói névjegyzékkel, az ajánlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és a szavazás módja. Nívós díjnyertes Cannes-ban, Berlinben vagy éppen Velencén elismert alkotásokat vetítenek majd a Kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában az elkövetkezendő hónapokban. Néhány perc múlva jönnek a részletek. Sok elismerést kapott már ám Somogy megye legrangosabb díja, mindennél többet jelent számára. Dr. Gara István az ünnepi megyenapon vehette át a Prokomitátó Somogy díjat. A gyógyszerész vallja, hogy egy értelmiségének nem csak a szakmáját, hanem a közösségét is szolgálnia kell. Bár Gara István gyógyszerész családból származik, mégis kicsit kényszerpálya volt számára ez a hivatás. Mikor gyógyszerjukos voltam, akkor ugye volt, hogy nem mehetek tovább tanulni, mert édesapám ilyen papírt kapott, hogy az ő politikai magatartása miatt továbbtanulásra alkalmatlan vagyok, és akkor jött a Klempa püspök úr, és jött bérmálni, hála Isten, és elintézte, hogy azt ezt felajánlotta, hogy Győrbe vagy Pannonhalmára be tud segíteni. Gara Istvánnak családja rendszerellenessége miatt kellett lemondania a pedagógusi pályáról is. Így egy kisebb vargabetű után a gyógyszerésztudományi karon tanul tovább, döntését nem bánta meg. Ahogy az sem, hogy évtizedek óta kiáll kereszténysége és jobboldalisága mellett. Most már látszik, hogy merre akarunk menni. Én azt gondolom, hogy ezt másnak is látni kéne, hogy az, hogy abcugoljuk a másikat, tehát hogy minden, azt mondjuk mindenre, hogy nem jó, mert ez, az egy nagyon egyszerű dolog. Azt mindenki tudja. Azt kell megmondani, hogy mi a jó, hogy merre kell menni, és hogy hogyan kell menni. Ez olyan, mint amikor mondták a kommunizmus egy időben, ugye, hogy Oroszországban mindig csak a nyet hangzik. Na most a országon belül is a nyet hangzik, minduntalan. Gara István vallja, hogy nem csak a szakmáját, hanem a közösséget is szolgálni kell. Épp ezért a nagyatádi gyógyszerész a kamarai munkája mellett rengeteg civil szervezetet segített és segít. Alapítóként részt vett a Nagyatádi Diákokért Alapítvány és Jobbközéleti Kör létrehozásában, valamint 8 éven át volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi elnöke. A jövedéki adóbevallás elkészítésében is segít az adóhatóság, közölte az adóügyekért is felelős államtitkár. Tálai András elmondta, hogy már minden érintett megkapta a decemberi időszakról szóló bevallási tervezetét. A hivatal nyilvántartása szerint a mintegy 700 vállalkozó összességében 100 milliárd forint jövedéki adót, illetve dohányáfát fizet majd a költségvetésbe. A kormány célja a lehető legnagyobb mértékű adminisztráció csökkentés, ezért 2021-re a legtöbb bevallást elektronikusan a NAV-nak kell elkészítenie az adózók helyett. Jelentős áremelkedés várható az építőiparban, írja a Magyar Nemzet. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke azt mondta, az építőanyagok drágulása és az egyre költségesebbé váló munkaerő hajtja fel az árakat. Kolyi László kiemelte, tavaly 25%-kal drágultak az építési anyagok, idén pedig további 5-10%-os áremelkedésre lehet számítani, amit végül a megrendelőknek kell majd megfizetniük. Nemzeti gépfinanszírozási programot indított a Magyar Fejlesztési Bank. Ezzel elsősorban a mezőgazdasági termelőknek szeretnének segítséget nyújtani. A cél a magyarországi agrárgazdaság fellendítése, modernizálása. A mezőgazdasági vevőfinanszírozási hitelprogram és a mezőgazdasági vevőfinanszírozási zárt végű pénzügyi leasingprogram együttes keretösszege 50 milliárd forint. Kémiai kísérletekkel és az ultrahangos vizsgálattal is megismerkedhettek az érdeklődők a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának nyílt napján. A Kaposvári Képzési Központ programjára több mint 200 fiatal látogatott el, akik szinte az ország minden pontjáról jöttek. Az eseményen elhangzott, az itt végzett hallgatók bármely területen el tudnak majd helyezkedni, hiszen elsősorban olyan hiányszakmákat oktatnak, mint például a védőnő vagy az orvosdiagnosztikai analitikus. Diagnosztikai célban mi azt az ultrahangot használjuk, amit Bright Moore-nak hívunk. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának Kaposvári Képzési Központjában a hallgatók segítségével mutatták be az érdeklődőknek, hogy mi a pontos eljárás egy ultrahangos vizsgálat során.
Egy másik teremben pedig laborkísérleteket mutattak be a fiataloknak. A nyílt napon az érdeklődők hiteles és praktikus információkat kaptak a felvételi eljárásról és a képzéseket érintő tudnivalókról. Az aulában felállított standoknál a negyedéves hallgatóktól több információt is megtudhattak. Emellett az intézmény működésével, a kollégiumi ellátással és az oktatókkal is megismerkedhettek. Szinte az egész országból érkeztek leendő hallgatók a kaposvári képzési központba. Én a képalkotó diagnosztikai analitikus szakirányon túl a radiológia felé érdeklődöm. Hát úgy nem tudom megmondani, miért, csak úgy megfogott. A fiatalok többsége általános gimnáziumi szakon fog érettségizni, de az egészségügy egyes területein szeretné folytatni a tanulmányait. Az orvosdiagnosztikai analitikus képzés miatt érdeklődök, és hát én általános szakon vagyok, úgyhogy nagyon nincs köze ahhoz, amit tanulok, de mindig az orvosi pálya érdekelt, úgyhogy azért gondoltam arra, hogy erre jövök. Kaposváron, Pécsen, Szombathelyen, Zalaegerszegen és Zomboron jelenleg mintegy 2900 hallgató tanul. Dr. Strohmayer Rácz Tímea azt mondja, vannak sikerszakok, amelyekre minden évben több százan jelentkeznek, de bármely képzést is válasszák a fiatalok, biztosan el tudnak majd helyezkedni. Az orvosdiagnosztikai analitikus szakunk az nagyon népszerű, az elmúlt évben több mint 150 elsős hallgatóval indult a képzés, nappal és levelező tagozaton, de a védőnő képzés is népszerű, hiszen a védőnő szakemberekből országosan hiány van, tehát hiány szakmának mondható. De a végzett diagnosztákat is sok helyen keresik, hiszen belőlük is hiány van, és sokszor már diákként szerződést köt egy-egy kórház a fiatalokkal, tette hozzá dr. Strohmayer Rácz Tímea. A kaposvári képzési központban tartott nyílt napra egyébként több mint 200 felvételiző fiatal látogatott el. Még mindig nem késő kérni az influenza elleni védőoltást, hívta fel ismét a figyelmet az egészségügyért felelős államtitkár. Onódi Szűcs Zoltán úgy fogalmazott, a járvány küszöbén áll az ország. Újdonság, hogy idén először a pedagógusoknak, a köznevelési intézmények alkalmazottainak is térítésmentesen biztosítják a szérumot. Összesen 1,3 millió adag vakcina áll rendelkezésre. Az év első két hetében 12.700-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, és 17 különböző influenza vírust sikerült azonosítani. Beszélt arról is, hogy bár az influenza sokak számára bagatelnek tűnik, a legtöbb súlyos szövődményt még ma is ez okozza Magyarországon, mivel az alapbetegség esetszáma magas. Folytatódnak a filmklubok a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában, ahol a következő hónapokban is nívós díjnyertes mozikat láthatnak a nézők. Cannes-ban, Berlinben vagy éppen Velencén elismert alkotásokat vetítenek majd. A közönség olyan ártfilmeket tekinthet meg, amelyek sokszor egyedi látásmódjukkal, technikájukkal vagy éppen mondani valójukkal tűnnek ki. A rögtönzött szerelem című humoros, romantikus vígjátékkal indul a Szivárvány Filmklub idei első féléves műsora. A filmjeink zöme az ártfilm, ártbesorolást kapott film, ami azt jelenti, hogy vagy olyan díjat nyertek fesztiválokon, vagy pedig olyan fesztiválokon, ha díjat nem is nyertek, de futtatták őket, amik ilyen nagyon rangos világfesztiválok, mint Cannes, Berlin vagy Velence. Az idei sorozatban egyébként szinte minden filmünk vagy nyert már díjat, vagy legalábbis jelölt a fontosabb díjátadókon is, mint például most a nemrégiben kiosztott Golden Globe díjak, vagy az amerikai filmkritikusok céhének a díja. Júniusig 10 olyan filmet vetítenek, amelyek témájukban, megvalósításukban valamilyen módon érdekesek. Ilyen például a harmadik film, a Sean Baker rendezte Floridai álom. A gyermeki könnyedség, ugyanis gyerekek a főszereplők, az vegyül egy elég komoly témával, ugyanis ezek a gyerekek Florida szélén egy ilyen kvázi nyomortelepen élnek, és a szülőknek súlyos gondjaik vannak, és az, hogy ezt a szülői gondokat a gyermekek hogy élik át, hogy látják, és közben ugye ott van ennek a bérháznak a vezetője, akit Willem Dafoe játszik, és már nyert is díjat ezért az alakításért, és sok díjra van is jelölve. A Szivárvány Filmklub mellett hagyományosan az Árt osztály is folytatódik. Az Árt osztályba tesszük be a hagyományokhoz híven inkább a kicsit elvontabb, elvarázsoltabb filmeket, a Szivárvány Filmklubba pedig azokat az értékesebb filmeket, amik azért hát úgy ilyen szempontból fogyaszthatóbbak. Ezúttal külföldi alkotások kaptak helyet a két filmklub programjában, azonban az elmúlt hónapokban több magyar alkotást is vetítettek a Szivárvány Kultúrpalotában. Az Északi Fény mellett a Budapest Noárt is láthatta a közönség, amely egyre nyitottabb a hazai alkotások iránt. Nálunk is nagyon szép nézőszámmal mennek a filmek. Kevés az a magyar film, amire mostanában nem jön néző.
Talán az, hogy jobban kidolgozottak a forgatókönyvek, szerintem több pénz is van a filmekre, azért sok filmen ez meg is mutatkozik, meg változatosabbak a magyar filmek, a közönségfilmeken belül is nem csak vígjátékokat nézhetünk, hanem akár krimiket, vagy kvázi akciófilmeket, és a drámák is, én úgy látom, hogy jobban meg tudják most szólítani a nézőket, mint akár egy 15-20 évvel ezelőtt. A magyar filmes szakma sikerét mutatja, hogy az elmúlt két évben a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést hazai alkotók vehették át az Oscar gálán. A Saul fia után a Mindenki érdemelte ki a Filmakadémia díját. Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása bekerült a legjobb idegen nyelvű filmek szűkített Oscar listájára. Ezen filmek közül választják ki azt az ötöt, amelyek Oscar jelöltek lesznek. Hogy sikerül-e a bravúra a magyar filmesnek, s hogy harmadszor is szurkolhatunk-e a magyaroknak a gálán, még januárban kiderül. Az arany szobrocskákat március 4-én adják át Los Angelesben. Ugyan mérséklődött, de még mindig kirívó a magas a szabályszegő horgászok száma a Balatonnál. A Sonline cikke szerint tavaly 252 feljelentést tettek a halőrök. Ez messze van még a 2014-es számoktól, amikor mindössze 190 esetben kellett intézkedniük. A negatív rekordot jelentő 2010-es évhez képest viszont 30%-os csökkenés tapasztalható. A szabályszegések listáját továbbra is az engedély nélküli horgászok vezetik. Továbbra is az engedély nélküli horgászok vezetik. 78-an akartak úgy halat fogni, hogy semmilyen horgászatra jogosító okmányt nem váltottak ki. Ők általában olyan vendéghorgászok, akik hirtelen ötlettől vezérelve ültek le a vízpartra. Több orvhorgászt is lefületek, akik bot és csali helyett tiltott módszerrel jutottak zsákmányhoz. Tavaly 2860 méter halászhálót és több mint 70 méternyi varsát emeltek ki a Balatonból. Akiket elfogtak, bíróság előtt felelnek tettükért. Édesanyja születése után eldobta magától Borit, ezért most pótmama gondoskodik róla. Az életerős kisbáránynak január 1-én adott életet mamája, Paccai Katica tanyán, ám nem szoptatta. Így hát az elárvult csöpséget Krisztina, az élményközpont munkatársa vette szárnyai alá. Féltő szeretettel és szakszerű törődéssel látja el nap mint nap, hiszen a csecsemőkorú állatnak napközben 2-3 óránként kell ennie, táplálását cumis üveg segítségével oldja meg. A kisbari ugyan félénk, de nagyon szeret játszani, legújabb kedvence a labda. Év és ciklus értékelő. 240 milliárd forint hazai és európai uniós forráshoz jutott az elmúlt években Somogy. Prókomitátus Somogy, a díjat idén dr. Kara István gyógyszerész vehette át a megyenapon. Képzés. Hiányszakmákkal is megismerkedhettek az érdeklődők a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának nyílt napján. Híreinket megtalálhatják és elolvashatják honlapunkra a www.somogytv.hu oldalra kattintva. Felhős borult lesz az ég pénteken, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.